főbb híreink. Az oroszok is pontosan tudják, hogy a 21. század történelmét a világűrben írják, mondta Ferenc Orsolya, űrkutatásért felelős miniszteri biztos a heti TV Pirkadat című műsorában. Tordai Bence a Párbeszéd képviselője szerint pártja egyedül kívánja magát megméretni az európai parlamenti választáson. Izrael légvédelmi válaszcsapásokat indított a gázai övezet ellen. Kezdődik az ukrajnai különleges hadművelet következő szakasza, jelentette ki Szergej Lavrov, orosz külügyminiszter. Köszöntöm kedves nézőinket, önök a heti TV híradóját látják. Belföldi híreink. Az elmúlt napokban is számos állami vezető, illetve egyházi méltóság küldött gratuláló levelet Orbán Viktor miniszterelnöknek, a Fidesz elnökének pártja választási győzelméhez, közölte Havasi Bertalan a miniszterelnöki sajtóiroda vezetője kedden. Elismerését és jó kívánságait fejezte ki Ciprus elnöke, Brazília elnöke, Naftali Bennett izraeli miniszterelnök, Boris Kollár szlovák házelnök, és gratuláló levelet írt a Maronita pátriárka, valamint a konstantinápolyi pátriárka is, ismertette a sajtófőnök. Minden szereplő, így az oroszok is pontosan tudják, hogy a 21. század történelmét a világűrben írják, reagált Ferenc Orsolya, a Fidesz józsefvárosi önkormányzati képviselője, űrkutatásért felelős miniszteri biztos a heti TV Pirkadat című műsorában arra, hogy Oroszország bejelentette, hogy folytatni kívánja a Hold programját. A miniszteri biztos felidézte a volt amerikai elnök Donald Trump véleményét, mely szerint nem lehet a világban az az első, aki a világűrben csak második. Persze az is igaz, tette hozzá, hogy a jelenlegi helyzetben az orosz-ukrán háború és az azt követő szankciók következtében nem lehet tudni, hogy kik társulnak majd az oroszokhoz. Minden ilyen helyzet nehéz, így a magyar szakembereknek is, de Magyarország természetesen tagja az Európai Uniónak és az Európai űrügynökségnek is, azaz a közösség minden együttesen meghozott határozata mellett foglal állást. Ugyanakkor az is igaz, hogy azért van szükség a mostani háborús konfliktus befejezésére, a békére, mert azzal tisztában kell legyen mindenki, a Föld olyan globális problémák elé néz, akárha csak a klímavédelmet emeljük ki, amelyekre csak együttesen lehet válaszolni. Nincsenek csak orosz, európai vagy amerikai válaszok, mondta. Tordai Bence, a Párbeszéd egyéniben mandátumot szerzett képviselője, egy a Telexnek adott interjújában árulta el, hogy pártja egyedül kívánja magát megméretni az európai parlamenti választáson. Tordai az interjú során többször is hitet tesz amellett, hogy pártja, amely önállóan még soha nem indult el semmilyen választáson, kizárólag más pártokkal összefogva, minden tévhittel ellentétben egy létező párt rengeteg potens politikussal. Tordai egy helyen ki is tér arra, hogy kikre gondol. Karácsony Gergely és Szabó Tíma mellett Naszályi Mártát nevezte meg, mint sikeres és meghatározó politikust. Amint a lapnak kifejtette, a választási vereség utáni helyzetben lehetőséget lát abban, hogy a Párbeszédet önálló, független és önmagában is sikeres párttá fejlesszék. Magyarországon a beoltottak száma 6.405.123, sokan már a negyedik oltást is megkapták. Az elmúlt négy napban 4.978 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta 1.884.458-ra nőtt az azonosított fertőzöttek száma. Meghalt 106 többségében idős krónikus beteg, így az elhunytak száma 45.971-re emelkedett, közölte a hosszú hétvége összesített adatait a koronavírus.gov.hu kedden. A kormányzati portálon azt írták, a gyógyultak száma 1.760.777, az aktív fertőzötteké 77.710. Kórházban 1560 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 49-en vannak lélegeztetőgépen. A kormány továbbra is biztosítja az oltás lehetőséget. Tették hozzá. Külföldi híreink. Az izraeli védelmi erők kedd reggel megerősítették, hogy légvédelmi rakétaindításokat észlelt a légierő gépei ellen az éjszakai válaszcsapás során a gázai övezetben. Nem sokkal az izraeli támadás után, mely a hétfő esti rakétakilövésre válaszolt, a gázai övezetet uraló Hamas azt állította, hogy a terrorszervezet katonai szárnya földlevegő rakétát lőtt ki az izraeli légierő gépeire, de nem találta el egyiket sem. A Hezbollah terrorszervezethez köthető libanoni Al-Maidin arról számolt be,
hogy a légvédelmi rakéta egy Strela modell volt. A Hamas korábban is használta már az izraeli légierő gázai övezetben végrehajtott támadásai során. A Kán közszolgálati műsorszolgáltató által idézett izraeli biztonsági források szerint a légierő gépei számításba vették, hogy a Hamasnak légvédelmi rakétái vannak, és nem ez volt az első eset, hogy támadás során ilyen rakétákat lőttek ki a gépekre. Az izraeli védelmi erők éjszaka közölték, hogy a vadászgépek támadást indítottak a Hamas egyik fegyvergyártó létesítménye ellen, Khan Yunestől nyugatra, és megsemmisítették. A Rám arab párt benyújtotta Naftali Bennett miniszterelnöknek koalícióban maradásának feltételeit, és azt követelte, hogy a Templomhegyen maradjon fenn a status quo, miszerint zsidóknak tilosod bármilyen formában imádkozni. A párt azt is követeli a gazdasági 5 éves terv 1 éven belüli végrehajtásának elfogadott vázlatát, a Negevben lévő falvak elismerésének és szabályozásának felgyorsítását, valamint az arab szektorban a bűnözés és az erőszak felszámolására irányuló program kiterjesztését. Ebrahim Raisi, iráni elnök hétfőn arra figyelmeztetett, hogy országa fegyveres erői célba veszik Izraelt, hogy ez a legapróbb lépést is teszi Irán ellen. Ha a legapróbb mozdulatot teszik az iráni nemzet ellen, a cionista rezsim központja lesz a fegyveres erőink célpontja, mondta Raisi az iráni fegyveres erők éves parádéján tartott beszédében. Az iráni elnök szerint Irán katonai ereje elrettentő. Elmondta, hogy a hadseregnek annak ellenére sikerült fejlesztenie hadászati képességeit, hogy évek óta szankciókkal sújtják az országot Teherán atomprogramja miatt. Kezdődik az ukrajnai különleges hadművelet következő szakasza, melynek célja a délkelet-ukrajnai szakadár entitások teljes felszabadítása, jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter kedden az India Today televíziónak nyilatkozva. A kelet-ukrajnai hadművelet célja, ahogy azt már a legelején bejelentették, a Donetszki és Luhanszki köztársaság teljes felszabadítása. Ez a művelet folytatódni fog, kezdődik a művelet következő szakasza, és úgy gondolom, hogy ez fontos pillanat lesz, nyilatkozott Lavrov. Dmitri Peszkov, a Kreml szóvivője a Védelmi Minisztérium illetékességébe utalta annak a kérdésnek a megválaszolását, hogy mit értett Lavrov a Donyec-medence védelmire irányuló különleges hadművelet új szakasza alatt. Ugyancsak a katonai tárcához hárította át az érdeklődést azzal kapcsolatban is, hogy mi történt az elsüllyedt Moszkva cirkálóval. Hasonlóképpen tette az indiai tévécsatornának nyilatkozó olasz külügyminiszter is. Lavrov ugyanakkor azt ígérte, hogy Oroszország ki fogja deríteni az igazságot az ukrajnai Bucsában történt civil gyilkosságokkal kapcsolatban. Andriy Jermak, Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök kabinetfőnöke az alábbi bejegyzést tette közzé a háború alakulásáról. A háború második szakasza megkezdődött, az ukrán vezérkar a Facebookon nyilvánosságra hozott közleményében tájékoztatott arról, hogy az orosz hadsereg teljesen ellenőrzése alá akarja vonni Donyeck és Luhansk régióit, és Harkiv környékén is szaporodtak a támadások. Az orosz csapatok megpróbáltak áttörni az ukrán védvonalakon a szóban forgó területeken, erősítette meg Olekszij Danyilov, az ukrán nemzetbiztonsági és védelmi tanács titkára. Zelenszkij még hétfő esti videóbeszédében arra bátorította az ukránokat, hogy álljanak ellen az orosz előrenyomulásnak. Joe Biden amerikai elnök jelenleg nem tervez ukrajnai látogatást, Volodymyr Zelenszkij ukrán államfő felhívása ellenére sem, közölte a Fehérház. Nincsenek ilyen tervek, közölte a Fehérház szóvivője. Az amerikai kormány arra összpontosít, hogy katonai felszerelést küldjön Ukrajnának. Ha az amerikai kormány egy tagja Ukrajnába utazik, azt biztonsági okokból csak megérkezése után hozzák majd nyilvánosságra. Zelenszkij korábban felszólította Bident, látogasson el Ukrajnába, hogy első kézből tájékozódhasson az ottani helyzetről, közel 2 hónappal a konfliktus kezdete után. Ő az Egyesült Államok vezetője, és ezért el kell ide jönnie, hogy megnézze, mondta Zelenszkij a CNN televíziónak adott vasárnapi interjújában. Romániában június 30-án véget ér az egészségügyi minisztérium koronavírus elleni oltási kampánya. Bezárnak az erre a célra létrehozott oltóközpontok, a koronavírus elleni immunizálást pedig júliustól a családorvosi rendelők veszik át, jelentette be kedden közösségi oldalán az egészségügyi államtitkár, a koronavírus elleni oltási program felelőse. Júniustól a COVID-19 betegség elleni immunizálás is a nemzeti oltásprogram részévé válik. Az államtitkár ismételten hangsúlyozta, hogy az oltás felvétele továbbra is a legjobb védekezés a vírus ellen, és rendkívül hasznos, főleg a veszélyeztetett csoportok számára.
Gazdasági híreink. A Világbank jelentősen 4,1%-ról 3,2%-ra rontotta a 2022-es világgazdasági növekedésre vonatkozó előrejelzést, közölte a Világbank elnöke. David Malpass azt mondta, hogy a kemény egymást átfedő válságok közepette kezdjük a tavaszi találkozót. Ez a koronavírus, az infláció és az orosz invázió Ukrajnában, mondta Malpass az újságíróknak tartott tájékoztatón. A Világbank vezetője szerint ezek a tényezők a világ szegénységi szintjének növekedéséhez vezethetnek, az energia, műtrágya és élelmiszerárak hirtelen megugrása miatt. Eközben a kamatok emelkedése lassítja a gazdasági növekedést és súlyosbítja az egyenlőtlenséget, tette hozzá. A Világbank elhúzódó válságra készül és az apparátusát is felkészíti egy 15 hónapos válságkezelő programra 170 milliárd dollár értékben. Híreinkről bővebben a BrailleProfessional.com vagy a hetitv.com-on olvashatnak. Én köszönöm figyelmüket, szép napot, viszontlátásra! Ma is folytatódik az évszakos átlagnál hűvösebb, változékonyabb időjárás. Estére várhatóan országszerte lecsökken majd a felhőzet, éjjel csillagfényes, gyengén felhőségbolt alatt gyorsan csökken a hőmérséklet. A jellemző értéke 4 és 14 fok körül alakul. Köszönöm figyelmüket, maradjanak velünk, viszontlátásra!